Néhány hete röppent fel a hír, hogy Tálai András, a nemzetgazdasági miniszter helyettese veheti át az adóhatóság irányítását. Az érintett ekkor még nem tudta megerősíteni az értesülést. Mára kiderült, hogy az adóhatóságot a jövőben a nemzetgazdasági tárcából irányítják majd. A minisztériumhoz beintegrálásra kerül a NAP központi hivatala, ez a központi hivatal pedig a minisztérium adóügyi államtitkárságába fog majd beintegrálódni. Ez azt jelenti, hogy a most együtt lévő adó- és pénzügypolitikai államtitkárság ketté válik, külön lesz egy pénzügypolitikai államtitkárság, és külön lesz egy adóügyi államtitkárság. Ezt fogja Tálai András kollégám vezetni, képesnek tartom őt rá. Ne kelljen az ügyfélnek adó bevallást készíteni, tehát még sör alá tét se legyen, csak sör legyen, nem kell még alá tét sem. Úgy szégyellem, hogy összekevertem az előbb a Tátrait a Tálaival, pedig pont egymás ellentétei. Majd kapsz a Tátraitól. Remélem mindannyian olvastátok a Magyar Bálint által most már két kötetben, és aztán a harmadikban is készül összeállított Maffia Állam Magyarországról szóló köteteit, mert hogy olyan pontosan le van írva ez, nem? Ami itt történik, és olyan egyértelmű, ez csak így történhet, hogy olyan embernek adjuk a kezébe, aki úgy tudja felügyelni, ahogy mi azt szeretnénk. És amit nem szeretnénk, hogy nyilvánosak legyen, azt nem engedjük. Én a Varga Mihályért tűzbe teszem a kezem, az biztos. Az, hogy a... Ja, hogy nem lop. Hát a Varga Mihály az én szememben egy abszolút stabil ember, amióta ismerem mindig. Körülötte nem volt. Most az, hogy a Tálai berakta, nyilván ő jobban ismer, mint mi. Mondjuk a beszólásokból csak sör legyen alá tétseken. Ez egy kicsit durva, de annyira úgy oda van dobva, hogy majd mi megoldjuk. Hát oda van dobva. Kicsit ez én azért csodálkozom a Tálai egyáltalán bármilyen szerepvállalása, mert azért gondosan ügyelt addig erre a Fidesz, hogy olyanokat rakjon oda, akik ravaszok és jól kommunikálnak. A Tálaiba egyiket se látom. Tehát ez a feltétel nélküli szervilizmus, ami az arcán. Nem értem, hogy kerül oda ez. Én elmagyarázom, csak nem támaszt a rohadt újságvilágát. De amivel csak annyit mondanék, hogy ez egy kicsit arra hasonlít számomra, megtaláltad, mint az ez a szegedi kancellár, hogy egyszerűen nincsenek emberek, tehát nincsenek embereik. Megtaláltam, ezt az újságkivágást őrzöm. Azt mondja, Tálai András vezeti, majd írták annak idején az átszedett adóhatóságot. Orbán Viktor tavaly, tehát még 2010-nél azt mondta a fideszes politikusról, az államtitkár személyében jó barátot, hűséges szolgát és elszánt harcost kapok. Megvan, ebben megvan. Csak kicsit olyan ez. És akkor azzal foglalkoznak, hogy nincs neki se nyelvvizsgája, egy rohadt nyelvet nem beszél, még semmilyen szinten se. És hát a szellemi képes, meg egyébként rengeteg kép van róla, nagy disznótörös mögött terpeszkedik. Ez az igazi vidéki koma, ami azért érdekes, mert tegnap a Lázár sajtótájékoztatóját félszemmel néztem, ez a szokásos két órás pitch. Igen. Megy ma péntekben. És valahogy a személyre vonatkozó kérdés volt, és felsorolta, hogy minek ellenére lett ő az, aki az Orbán mellett, és az egyik mondat is volt, meg még vidéki is vagyok. Hát mi az, hogy vidéki vagy? Mindenki vidéki. Hát a Rogántól kezdve, hát amitől vért köp Orbán Viktor, az az értelmiségi figurák, mint a Pokorni, vagy éppenséggel lehetne sorolni, akiket kiutált magam elől a Fodor Gáborral, még annak idején az élet. Hát nagyon régen, Én azt nem értem, hogy ti mit nem értetek, hogy mind csodálkozunk, amikor az lenne a csodálatos, vagy azon csodálkoznánk, hogyha olyan neveznének ki, aki oda van, nem, vagy hát olyan, aki megérdemel. De kicsit olyan ez a személyzeti politika a Fidesznek, mint ez a spagetti westernnek. Tehát mindenből van. Van a jó, a rossz, és a csúf, és mindenféle. Hát és jó, de én nem nagyon láttam, hát vannak azért tehetséges emberek. Vannak tehetséges emberek. Pár tényleg nagyon jó kommunikáló, nagyon tehetséges, nagyon ütős ember tehetségesek van. És aztán vannak ezek a mamelukok, akik egyszerűen elvégeznek mindent, és mutogatnak az égre, hogy majd onnan. Bandi, de nem minden tehetséges ember jó. Jó, azt nem mondtam, hogy jó vagy rossz, hát csak azt mondtam, hogy tehetséges. Na, most meg az én nagy kedvencem, Papcsák Kertást. Tudjátok, egy kamionnyi helyet festetett fel magának annak én a Merciének. És meglepő módon az ügyvédi irodájába ömlöttek a 100 milliók honnan, milyen megbízásokból, önkormányzatoktól. És hát ez a fószer. Ja, és úgy lesz Zuglói önkormányzati, valahol a Nyírségből szalajtották, csak hogy vidéki koma. Azt mondja, hát miért?
Amikor megyek a parlamentbe, itt szoktam megállni kávét inni, mondta a HVG-nek ez az zuglói. Itt szoktam kávét inni Zuglóban, zuglói polgármester lett. Na de hát az, hogy most mi lett, az a vicces ebben. Hát, na, erről ezt megnézzük.